világháborúi terjedelem, tulajdonképpen a szociális terjedelem időszakban egyik neves építésze volt a magyar építéstörténetnek, és az építette a református templomot, pedig az eredeti tervező egy lovag hívő volt, Hibli Miklós késői, az utódok általában gyengébbek szoktak lenni, leszámítva a mi gyerekeinket. Na, a lényeg az, hogy Nyíri még építette a Csepeli postát, ahol Szörnyinek 30 méter hosszú szekvója van. Amelynek a restaurálására a postának nem jutott pénz, csak kerítettünk 4 millió forintot rá. Akkor már Szörnyi képek, olajképek már 10 milliókig keltek el darabonként. Mellette a rendőrség is műemléknek számít. Bechlinger Károlyról mondtam már az előbb a Pálos korszor kapcsán, tettek hallani, ő vezette a pártbizottságot, és Dávid Károly, ezek mind műegyetemi vezető professzorok voltak, ő építette a Csepeli munkásszállót, ő a névstadion építésze, de ő építette 45 előtt a Feriegyi repülőtérnek azt a szárnyát, ami megmaradt a gombálások után, az a termésbő torony és egyebeket is. Úgyhogy, jó nevű építészek, most ennyi jutott eszembe utólag, alkottak Csepelen. A munkásoktól az egy külön ügy, az meg összefügg a Csepeli gyárral, mert egy Dibon Herrmann építette a munkásokon. Ő egy nagy építési irodánál dolgozott már a Millennium idején, mint fiatal kezdő. De kinél azon gondolkodnom kell. Na, ő építette a munkásotthont, utána a munkásotthonnal szembeálló politikai töltési polgárságnak a kultúrotthonát, de ő építette a gyárba a kórházat, amelyet nemrég tettünk vissza a Vejszkő kórház névre, mert Vejszék alapították, és a nagy irodát is. Dibolt Hermannak hívták. Egyik legszebb, bátran mondhatom, azt hiszem nem vagyok elfogult, pesti belső színháztér a Csepeli munkásokon. Akusztikailag is elég jó volt. A Lehel György korszakban a rádió hangversenyeit ott bonyolították le, de aztán a csepeliek nagy kultúrigénye miatt, meg a pestieknek is a csökkenő kultúrigénye miatt kevés közönség volt, és aztán elkerült onnan. Úgyhogy van egy pár jó épületünk Csepelen, és van egy pár olyan, amelyiket nem ismert építész alkotott, de azok is figyelemre méltóak. Tehát van látnivaló a lakóterület és a